Folytatjuk tovább a húsvéti készülődést itt a házi kosban, mégpedig ma kalácsgolyókat fogok készíteni lágysajttal, valamint egy fűszeres körtecsátnival. Kezdésnek természetesen a kalácsgolyókat gyúrom össze, hiszen ezt még kelesztenem is kell majd. Itt van előttem egy tál, benne egy szitával, ebbe pedig jön bele a liszt. Jön hozzá egy csipet só. És ez a kalács attól lesz igazán fószlós és puha, hogy áttört főtt burgonyát fogok hozzákeverni. De nem csupán a burgonyát fogom felhasználni, hanem a főzővizét is, mégpedig ebben fogom felfutatni az élesztőt, úgyhogy ebből most ki is mérek egy adagot. Jön bele kevés cukor, és belemozsolom az élesztőt. Ezt 10-15 percre félreteszem, amíg szép habos lesz, addig pedig folytatom tovább a tésztának az összeállítását. Hozzányomom a főtt burgonyát, valamint kerül bele még egy tojás sárgája is. Mehet hozzá gyönyörűen felfutatott élesztő. Most pedig egy jó alapos dagasztás következik. Lisztezett felületen átgyúrtam, és amikor már nem ragad a kezemhez, akkor fogom, teszek alá még egy kis lisztet, és egy tállal letakarva így fogom keleszteni. És látszik, hogy a kalács tészta időközben gyönyörűen megkelt, ezt most gyorsan átgyúrom, utána pedig golyókat formázok belőle. És hogyha megvannak ezek a kis gombócok, akkor fogom és mindjárt átpakolom őket erre a sütőpapírra, de majd úgy szeretném tálalni, hogy a sajt van a közepén, azt viszont nem szeretném megsütni, úgyhogy ez lesz most a sajtformám. Lekenem őket egy felvert tojással, és megszórom őket fekete, illetve hagyományos fehér szezámmaggal. És már rakom is őket az előmelegített sütőbe. És amíg a kalácsgolyók a sütőben vannak, addig gyorsan összeállítom a körtecsátnit. Jöhet az edénybe kockára vágott vaj. Erre megy rá az apró kockára vágott vöröshagyma. És ahogy a hagyma összeesett, már dobom is hozzá a szintén hasonló méretűre vágott körtekockákat. Már is hozzákeverem a barna cukrot, és hagyom, hogy levetereszem. Hozzáadom a fűszereket, a fahéjat, a kardamomot és a szegfűszeget. Jöhet bele pár csepp citromlé, valamint kevés balzsamecet. A megsült kalács közepébe beletesszük a lágysajtot, és a körtecsatnival tálaljuk.